Oh ja. Oh. Mochi! Mochi! Lita Moons, Soal. Hello. Sziasztok. Mizu. Boldunk a nénnél. Úgy bizony. A néni nagyon szeret minket. Nagyon sok pénzt vagyunk nála. De nagyon jó esik, mert olyan dolgokat próbálunk ki gyerekek, amit még eddig sohasem. Ugye először a porcelán. Ez most mocsi jégkrém. Siker? A történet mögöttem ez a jégkrém már kétszer lett megvéve. Yep. Egyszer megvettem a jégkrémet, és pont úgy, hogy munka elé vettem meg. Én azt hittem, hogy van bent fagyasztunk, nem volt, csak hűtőnk. És meg állat belehagyom a hűtőbe, és hazahozom. Hát mire végeztem a műszakkal, egy jó 8 órás műszakkal, addig a jégkrém az egy ilyen jéglap volt a doboz alján. Doboza! Úgy, azt nem sikerült, de most voltunk a néninél, elhoztuk a jégkrémet, és végre ki tudjuk próbálni mocsi jégkrém. Hatféle íz van, hogy melyik, milyen, abban már 100%-osan nem vagyunk biztosak. Ez a mangós nem tudom micsodás, az csokis, az kókuszos nem tudom micsodás. Szerintem nem, szerintem ez nem mangós, ez ilyen, van ilyen más is, ez lesz szerintem a mangós. Ja, amiben benne a mangó van, de mi a lila körülötte? Azt nem tudom. Mindegy, van egy képem valószínűleg a dobozokról, akkor majd föl fog kerülni ide valóban a képernyőre, ide elég. Ez most egyébként tök jó lesz, mert most majd találgatunk, hogy melyik milyen ízű, és amikor majd vágom a videót, akkor be fogom vágni a képeket, és aláírom, hogy igazából melyik milyen ízű volt. Na, ez jó lesz, oké. Okay. Na, melyikkel kezdjünk? A kókuszosat meg szeretném majd legutoljára, az mindig jó. Ugye, a szalkókuszos kaját még nem ettem, gyerekek. Jártunk már forró kókusszal, de oké, lehet a kókuszos tojára. Jó, ez hazugság itt, hát tényleg. Csináljunk versenyt, melyikünk találja el az ízeket jobban. Oké, én kezdem, csoki. Oké, csoki. Egyébként. Oké, kezdjük a csokissal, azt tudjuk, hogy csokis. Oké, és kezdjük a csokissal. Hozzon egy kést, szerintem félbe vágjuk őket, mit szólsz hozzá. Rendben. Eléggé kemények még. Igen, kicsit olyan... Coki moci! Valam, nem kemény, nem biztos. Ennyire nem biztos. Nagyon jól néz ki. Hát a belseje az full mocsi. Az full csoki. Tényleg, a mocsi. Szerintem a külseje az mocsi, a belseje az jégkrém. Aha, igen. Mocsiba csomagolt jégkrém. A hülyaga. Ez olyan lehet, mint a piskóta. Tudod, megkapta az egészet. Mohó. Mint az ilyen piskóta. De kell kékkel már. A tüpelje. Ez csak is. De a jégkém jó mondjuk. Fekete csoki. Jóféle. Még ezt nem fanyja a fekete csokinak, de jégkrémbe azért. Hát ez egy csoki. Hideg. Én kettőt bártam meg, oké. Pohány. De amúgy finom. Most tényleg ez a mocsi massza van körülötte. És sok jégkrém van a közepén. Na így meg lehet lenni mocsi. Ugye mindig félek róla, hogy megfordulok a mocsiról. Most óhalkosan megrágtam. Meg ebben kevés mocsi van, úgyhogy nem félek annyira. Oké. A legtöbb az kétféle ízű egyébként. Mi lehet körülötte? A patizsán néz ki. Legyen, én azt mondom, hogy ez levendulás kívül. Nem tudom, hogy volt egyébként levendulás. Szerintem ez mangós, és nem tudom. A biztos, hogy mangó, azt érzem az illatám. Miért a számba veszem. Valószínűleg ilyet még venni fogunk, ha ez bejön. Ez ilyen kis pont jó étkezés után. Mangó. De annyira erős a mangó íze, hogy nem tudom, mi van körül. Blueberry, érzem. Semmit nem érzem, csak a mangót. Ez mangó és blueberry. Tényleg volt áfonyás.
Áfonyos, bocsánat. Hunglis vagyok, ne haragudjatok. Ez mangó is áfonya. Együtt értek, szerintem is. Most ezen volt egy kicsit vastagabb. Mocsi. Yep. Ez lesz az epres kívülről. Most már izolt állom benne így. És vanília a közepe. Valószínűleg. Nagyon úgy néz ki. De nagyon jó. Én félhető, hogy nem lesz jó, de ez nagyon jó. Nagyon finom. Nagyon, nagyon ízletes. És ad neki egy kis extra textúrát az, hogy körülötte van ez a mocsi. Nagyon élvezem. Mater van benne. Aha, ebből is. Azt szerintem csak fölgyelper. Amúgy fun fact. Ja, megköptem egyet. Nem az a fun fact. Tudtátok, hogy a természetes eper íz az egy fának a rohadó húsából szokták kinyerni. Tehát a jégkrémek, amiket úgy hívnak, hogy nem, a húsa. A maga a fát rohasszak, nem a kérgét. Csak a kérge? Nem a kérge, magát a fát. És annak valaki rájött, hogy ez hogy, arra lennénk kíváncsi, hogy annak eper íze van, és az a jégkrém, amire az van írva, hogy természetes, hogy ez a natural strawberry flavor. Természetes. És azzal mentek ugye a jégkrémgyártók körületbe, hogy az így jég az emberek, hogy epike van benne, mert a fából van, az is természetes, úgyhogy lesz-e nektek. Ugye nem műanyag, úgyhogy én tök jó meg vagyok vele. Ez is ilyen természetes eperízű. Nem biztos, de szerintem igen. Finom egyébként, tényleg jó, kellemes. Ez csak eperes, ez full eperes. Ez szerintem... Az valami cheesecake. Szerintem ez őszi borack. Tényleg volt. Nem cheesecake. Volt cheesecake is, de azt hiszem ez a hetedik íz volt már ott. Igen, ez... Aha, ez a barack. Nem értem az illatán. De na, ez... Nagyon sárga. Ez szuper sárga, de nagyon jó, gyerekek. Nem tudom, hogy körülírni. Rendesen jó. Full sárga. Tehát ez ilyen nagyon sárga. De barack illata van. Elkövesztik. Aha. Jóféle. Hát szerintem eddig 4-ből 4. Nagyon nem, elrontottam a cheesecake-et mondtam, de. Nagyon finom. Én egyébként szeretem az ilyen gumis rágós cuccokat, és ugye a mocsi az eleve elég rágós. De így, hogy meg van fagyasztva, így azt mondom, hogy végképp ez a... Kicsit olyan rágógumi feelingje van a dolognak. Nagyon baba. Én is mivel nyertem gyerekét a rágót, úgyhogy... Ne, sose ragadt össze a fenekem. Nem mondtam el, hogy legyen a rágó gyerekeny. Hát ez ilyen... Ezt mondtad, úgyhogy nem mondtad. Nem, azt mondtam, hogy rágós. Azt nem mondtam, hogy legyeltem. Azt te mondtad. Hoppá, ez már kezd óvadni. Húzzuk be ezt. Wow, vanília, ez vanília, fú. Azt ez a mindenit. Vanília cheesecake? Volt olyan? Nem, ez fú, ez csak vanília. Ez... Csak vanília? De ez a fekete, onnan tudom, mert fekete pöttyök vannak. És onnan tudom, most már lesz, mert ugye, eddig nem tudtam, hogy ugye a vanília növényből, ugye szakácsként nagyon sokat dolgoztam. És annak van ilyen fekete pöttye. Wow. Nagyon vaníliás, szuper vaníliás. Tudok, amikor tükrökvarjátok a vanília, magukat a vanília rúdból. És abból főztök, sütök valamit, és látjátok, hogy a pici fekete pontokat. Na, ez pont olyan. Nagyon finom. Ez a legjobb eddig az összes közül. Én tudom, hogy uncsi vanília, meg mindenki szereti a vaníliát, de nem véletlen. Tehát a jó minőségi vanília... Az keci jó. Elnézést gyerek a bulgáris kifejezésért. Nagyon jó! Ez nagyon tetszett. Ez nagyon jó eddig. Csak ajánlani tudom nektek. Meg ki tudjátok,
próbálni a mocsi gyerekek. Mocsi jégkrémet. Pedig féltem tőle. Esküszöm. Oké, ez még egy nagyobb. Azért hagytad megolvadni az első adagot. Ne, az tökéletlen volt. Valami sárga van. Nem? Ez szerintem kókusz. Kókusz jégkrém, kókusz külsővel. Kókusz. Reszel ékkel. Ebben minden kókusz. Semmi lata nincsen. Oh, yeah. Oh. Na ez a legjobb. Wow. Hú, ezt nem rákkal megadni, se léci, ne ragadj be a tókomba. Na, ne menj. Ez gyerek bejött tőle. Egy komolyan, esküszöm, rettegek tőle, hogy megpulladok egy mocsiró. Ez az ne hibád. Ez full, ja én meséltem neki. Ez full kókusz. Ez nagyon, az a nagyon-nagyon jó minőségű kókusz jégkrém. Ezzel a mocsi masszával, meg kókusz reszelékkel. Wow! Mondjuk, kókusz az a legjobb dolog a világon, szerintem ilyen. A Bounty-val kezdtem, ott ismertem meg a kókuszt. Onnantól kezdve csak uphill. Raffaello! Nekem az a bajom a legtöbb kókuszos édessége, hogy istentelenül putávolon édes. Na, ez nem. Ez nem. Ezek közül egyik sem volt brutál édes. Ez pont olyan édesség volt, ahogy én szeretem. Ízes. És nagyon enyhén édes. Ez nem csömör lesz meg tőle, sem... Nagyon, nagyon baba. Van lehetőségetek kipróbálni a mocsit, ráadásul a mocsi jégkrémet, gyerekek, tegyétek meg, nem fogjátok megbánni. Ez eszméletlen jó volt. Csak egyet érteni tudok vele, brutálisan jó volt. Ha esetleg van bármilyen ötletek, hogy mi próbáljunk ki, hagyjatok a komment részekbe, vagy gyertek föl Discordunkra, írjátok meg nekünk. Szívesen várunk minden ötletet. Igyekszünk majd beszeretni minden, és persze, hogy tetszett, amit látok, akkor nem tudok lájkot. Ha szeretnétek többet látni, iratkozzatok fel. Harangocska? Újra, igen, ne felejtsétek el megnyomni a harangocskát a feliratkozásom mellett, hogy értesítést kapjatok, amikor a következő videónkat feltöltjük. És általában hetente 5-ször szoktunk streamelni Twitch-en is. Minden elérhetőségünk, linkünk lent a leírásban megtalálható. Gyertek, keresetek minket, szeressetek minket. Sziasztok! Sziasztok! Vehetünk ebből volna többet. Hát, majd fogunk. A biztos. Yay! A mangos nagyon volt. Én mondjuk a mangos jégkrémet is nagyon szeretem. Szerintem megint egy ilyen mixet. Ja, nem. Dobozzal megyünk mindenki. Dobozzal! Dobozzal, nem. Elvihetem a fogat.